A Kínában lezajlott maratoni kajak-kenú világbajnokságon Kiszli Vanda egyéniben 2 aranyérmet zsebelt be. Mindamellett Pupunó Émivel párban 1/5. Helyet értek el. Kiszli Vanda 3. éve szerepel a felnőttek között. A 2019-es év utolsó versenye volt a kínai VB. Vanda elégedett, az esztendő jól sikerült számára. Nekem az év eleje az mindig kicsit nehezebben indul, mint amire számítanék, vagy mint amire vágynék, hogy tényleg az első versenyen már olyan formában legyek, ami számomra megfelelő. Ugye most is a Maraton Magyar Bajnokságon 2. helyen végeztem, de ezzel is kvalifikáltam magamat az Európa Bajnokságra, szóval ebből a szempontból nem aggódtam, hiszen tavaly ugye nem sikerült egyesbe kijutnom az EB-re, úgyhogy most mindenképpen az volt a cél, hogy első 2 helyen szerepeljek valahol az OB-n. Mindegyik eredményemre büszke vagyok, nyilván mindegyik más miatt fontos nekem, más miatt tudom kicsit jobban szeretni, mint a másikat, de most nyilván a világbajnokság az ugye kicsit minden fölött áll, és ugye 3 számba is szerepeltem, nekem ez fura volt, hiszen idén volt először az, hogy a rövidkörös versenyek is világbajnoki számnak számítanak, és furcsa is volt egybe, hogy tényleg 3 számba indulok, de kicsit olyan megnyugtató érzés, hogyha az egyik nem sikerül, akkor még ott a másik, viszont most sikerült jól kezdenem, ugye a rövidkörös versenyt is megnyertem csütörtökön, majd jött a hosszú egyes szombaton, ott is sikerült nyernem, és tényleg felszabadultan indulhattam már a páros versenyen is, az is megnyugtat a párosba, hogy van mögöttem valaki, aki, hogyha nem tudom, testileg vagy lelkileg kicsit mélypontra kerülök, akkor támogat, vagy tudom, hogy miatta is húznom kell jobban, és emiatt szerintem nagyon jó versenyzés volt ez az évvége. A rajtokat nem szoktam jól venni, tehát azoktól mindig félek, de most valamiért az is, ott is jó voltam, meglepő módon. Nekem ami az erősségem szerintem az a futás. Tehát ott nem az, hogy el tudok lépni a mezőnytől, de ott tudok egy kis lazábban tudom futni a futószakaszokat szerintem, mint a többiek, kicsit energiatakarékosabban tudom futni őket, ezáltal több energiám marad akár az evezésre, akár a véghajrára, a finisre. Szerintem nekem az az erősségem, és szerintem jól tudom beosztani az erőmet, hogy 26 kilométeren tényleg csak akkor kell menni, hogyha úgy látom, hogy muszáj erősebben eveznem. Most éppen a pihenőmet töltöm, még van belőle 2 hét, de már valamilyen szinten kicsit várom az edzéseket, hiányzik az a napi rutin, amiben benne vagyok hosszú hónapokon keresztül.